Messze kinn a tengeren, kékséges kék a víz, akár a búzogirág. Bizony, mint a hajad, meg a ruhád, és átlátszó, mint a legtisztább üveg. És mély, nagyon mély. Ezúttal Andersen klasszikus meséjét dolgozták fel a Móri Zsigmond Színház művi stúdiójában. A főszereplő mesehőst, a kis hablányt, Schmidt Sára alakítja, aki 2017. szeptemberében kezdte meg a munkát a társulattal. Azóta számos gyerekdarabban láthatta őt a közönség. Az első a Diótörő volt, aztán Asszony-asszonynak farkasa, majd Maszmók Afrikában, itt a művészben. Nagyon szeretek itt lenni, nagyon, nagyon kedves társulat, és Sanyival már másodjára dolgozom együtt, úgyhogy őt már valamennyire ismerem. Mártival most dolgozhatok először, úgyhogy nagyon élvezem a munkát velük. A darab az eredeti Andersen mese színpadi változata, nem a sokak által jól ismert Walt Disney rajzfilm feldolgozása. Ennek érdekessége, hogy egy most először közönség elé kerülő verzióban meséli el a legkisebbeknek a szeretet megtalálásának és megtanulásának történetét. A kisebb lányjal az történik, hogy beleszeret egy férfiba, és mindent feláldoz ezért a szerelemért. A történet végén válaszút elé van állítva, vagy feláldozza a szerelmét, és akkor ő tovább élhet, vagy a levegő lányai közé kerül, és ő nem hajlandó feláldozni a szerelmét, és inkább azt választja, hogy ő élhessen boldogan, és majd talán egyszer valahol találkozhatnak még. Mit tegyen az a kicsi sellőlány, aki valahogy más, mint a többiek? Aki két világ határán él, és bár halhatatlan, mégsem elégíti ki a vizek varázslatos birodalma. Egyre az emberek véges, de igazi élményeket hordozó élete után vágyódik. Schmidt Sára, Horváth Sebestyén Sándor és Szabó Márta előadásában kiderül november 30-án 17 órától a Művész Stúdióban.